Az esélyesebb vendégek kezdték jobban a mérkőzést, szűk negyed óra elteltével 5 góllal vezetett a Ferencváros. A folytatásban feljavult a házigazda játéka, 2 góra felzárkózott a Kisvárda, de a szünetre már 18-13-as Radi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után ismét elléptek ellenfelüktől a fővárosiak, a második játékrész derekán már 10 gól volt a két csapat közötti különbség. A hátralévő időben a hazaiak igyekeztek mindent megtenni azért, hogy ne nyíljon tovább az olló, ami sikerült is, így végül 10 gólos 31-21-es sikerrel érvényesítette a papírformát a Ferencváros. Úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, mert azért szerencsénk is volt, mert azért voltak ebben bőséggel kapufák is a Kisvárda részéről. 9-3-ig minden rendben volt, utána volt egy gyengébb szakaszunk. Szájcsának a fél időre meg volt megint egy nagyobb különbség, és aztán a második fél idő elején nagyszerű védekezés és nagyon-nagyon jó kapus teljesítménnyel magabiztossá tettük ezt a győzelmet. Én az elmúlt 2 forduló alapján nem gondoltam arra, hogy ennyivel tudunk nyerni, valószínűleg nincs is ennyi most pillanatja a két csapat között, de azért ma nálunk a hátsó alakzat extrát ment, és igazából ez hozta azt, hogy ekkora különbséggel tudtunk győzni. A hazaiak vezetőedzője leginkább a felszabadult játékot hiányolt a csapat a pályán mutatott teljesítményéből. Azért vagyok csalódott elsősorban nem az eredmény miatt, hanem az összképünk miatt, mert a mai napon nem azt teljesítettük és nem azt nyújtottuk, amit elvárhatunk magunktól. Azt gondolom, hogy sajnos asszisztáltunk ahhoz, hogy ez legyen a végeredmény. Rosszul kézabdáztunk. Nyilván ennek az egyik része az is, amit a kollégám mondott, hogy a Ferencváros szerintem ma egészen jól játszott, és hatékonyan sem meg is tette a támadó játékunkat. Azt gondolom, hogy csak momentumaink voltak sajnos. Az, amit megbeszéltünk, hogy nagyon bátran játszunk teher nélkül, az nem valósult meg. Ennyi hibát és fegyelmezetlenséget nem is láttam talán a csapattól, bármennyire is voltunk nehéz helyzetben, illetve különböző szinteken az elmúlt időszakban. Az NBA tabelláját a Győr vezeti 100%-os teljesítménnyel 28 ponttal, megelőzve a 23 pontos Ferencvárost. A 9 ponttal 9. helyen álló Kisvárda szombaton Győrben lép pályára.